Lerohant a kocsim Szekszárdon. És mivel a bank számolomon lévő pénz ugye szépen finoman, mivel szállodákban laktam, úgy kopott le. És az utcán halva egy ilyen két ember beszélgetett, gyakorlatilag a Kárti Dinamik ügyvezetői beszélgettek arról, hogy neki kellene, tehát alkalmaznának portásoknak dolgozókat, de viszont rokkan nyugdíjasnak kell lennie. És én akkor úgy odaléptem hozzájuk, és mondtam, ha jól hallottam, hát mondom, én rokkan nyugdíjas vagyok, először rám néztek, és azt hitték, hogy hülyeskedek. És akkor mondom neki, hát nem, de azt mondja, rendben van, akkor holnap mutatták, hogy hol az iroda, sétálják be a papírokkal, és akkor majd megbeszéljük, amit a jövőt jelenti. És miután meg voltak elégedve az én munkámmal, és akkor egyszer csak úgy váratlan ide beosztottak engem, hát egy ilyen portai szolgálatra. És akkor nekem ez nagyon tetszett, és akkor mondták, hogy tanulj be. Hát mit lehetsz te ezen a sportcsarnokon? Na most, mikor ide kerültem effektíve a sportcsarnokba, ez 2011. április 11. Soha nem gondoltam volna, hogy ízig-vérig portás leszek, ezt hozzáteszem, mert mindig egy ilyen szabad kósza lélek voltam, szerettem élni, mulatni, jobbra-balra járni, és miután ide bekerültem, és láttam, hogy itt milyen élet zajlik, sok emberre találkozó, beszélgetsz velük, sok mindent hallasz, megköszönném a Tóth Ferinek, a Kárti Dinamik igazgatójának, hogy akkor 2011. április 11-én bízott bennem. És nagyon szépen köszönöm, természetesen a díjat is. Ez, hogy mondjam neked, ez az életem egyik csúcspontja. Ledöbbentem, hogy őszinte legyek. Most ezt szó szerint mondom, igazából én soha nem is gondoltam, hogy én egyet. Hogy kerültem a képbe? Tehát hogy kerültem oda bele? És nem értettem, hát itt vannak azért komoly edzők, sportolók, akik lehet, hogy hasonlóképpen megérdemelnék ezt a díjat. És én hogy kerültem bele? Hát ezt majd a sors szerintem egy kicsit visszaköszön nekem a ide fektetett munkám, bizalmam, ahogy én viselkedek az emberekkel. Tehát magyarul beérett a befektetés. És én nagyon örülök ennek az egésznek, hogy őszinte legyek. Én soha nem gondoltam volna, hogy engem ezért a munkáért előterjesztenek egy ilyen díjra.